a mentőt. Halló, ön a segélyhívó számot hívta, mi a probléma? Probléma? Hát a feleségem beteg. Jó, akkor kapcsolom a mentőállomást. Halló, mentőállomás, mi a probléma? Probléma? Hát a feleségem beteg. Mit érez? Hát az, hogy ezt a pálinkát már nagyon felvetette vízzel. Nem maga, nem a beteg? Jaj, ő lázas, köhög, nem érzi se a szagot, se az ízet. Hát akkor koronás. Jaj, ha láttam, hogy amikor megismertem, milyen hajkoronája volt. Olyan szép volt azok a fürtök, az volt ám a szép idő. Jó, küldöm a deszépét. De hölgyem, még egyszer sem csaltam meg a feleségem, de ha maga szépeket küld, megszegem az esküt. Jó, karantéba kell vonuljon. Tudja mit, hölgyem, betyárkálja, aki engem karámba zár. Nem úgy értem, otthon kell maradjon, nem megy sehova, mert a felesége covidos. Kovis? Állj csak meg! Az alsó szomszédom Karcsi a múlt héten jött haza, ő is kovis volt. Mári, te megcsaltál! Megértette, hogy nem mehet sehova? Igen, hát eddig csak a szomszédasszonyhoz mentem át, mert tudja, szegény Sárika fiatal özvegy lett, és kell vigasztalja. Mári haragszik, azt mondta, hogy én nem csak beszélgetni járok át. Na és még a csarnokba járok, tudja magának elárom, a bodega útba esik, a csarnok felé, így jövet is, menet is, benézek egy cseppet. Menet egy feles, bebillentek, jövet meg egy decit. Jó, Laci? Nem Laci, hanem Kálát Gyuri és a feleségem Mári. Na jó, hova küldjem a mentőt? Hozzánk. Hol vannak? Hát itthon. Melyik faluba? Hát kérem, ez nem falu, hanem város. Jó, akkor milyen város? Hát kérem, tudja, olyan gyalogátjárok vannak, úgy felhantolták, mint én a pityókasort. Így az autók nem átmennek, hanem repülnek. Csit-csat-dír-dúr. És mondtam is Márinak, hogyha most kéne szakmát választanom, akkor autóbálagos lennék. Jó, de mondja, mi a neved? Kálát Gyuri és a feleségem Mári. Nem magának, hanem a városnak. Ja, nyárat szeredom. Jó, az utca? Hát kérem, nem utca, hanem tér. Jó, akkor milyen tér? Hát főtér. Jó, akkor a nevét? Mondtam már Kálát Gyuri és a feleségem Mári. Nem magának, hanem a térnek. Hát kérem, tudja, a régebb hása volt, most Bocska István. Tudja, hogy itt választották meg. Nem érdekel. Na jó, csak gondoltam, érdekli a történelem. Jó, házszám? A régi 12, a mostani 14 szám. Jó, akkor küldöm a mentőt. Jó, mert Mári már nem érzi túl magát. Na, aggódj, Mári, mindjárt itt vannak. Jó napot! Hol van a beteg? Ott! Tetszett, lájkold és iratkozz fel!